Jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, kinek mi van, ugye? Üdvözlök mindenkit, régen találkoztunk, most sem nagyon akartam, de úgy döntöttem, hogy muszáj lesz valamit társalognunk, úgymond, mert olyan dolgok történtek a világban, amik hát én azt mondom, hogy muszáj beszélni. Hát konkrétan ugye a Covid járványról, amiről már beszéltem egyszer, meg is írták egy pár a véleményüket ezzel kapcsolatosan nekem kommentben. Na de hát az akkor volt, most meg most van, és azóta már sok minden történt. Ugye benne vagyunk a második hullámban, és hát most már mondjuk úgy, hogy szignifikánsabban elválik, hogy ki mit gondol erről az egész járványról, meg a körülötted álló mizériáról. Úgyhogy akkor én is elmondom, hogy én mit gondolok erről. Mivel ez a járvány nem most fog befejeződni, nagyon nem valószínű, ezért biztos, hogy még lesznek olyan tételek ebben a dologban, mondjuk így. Tehát olyan részek a járványkezelésben, ami megér majd egyéni misét. Bocsánat, csak közben itt vagyok Manchesterben, és figyelnem kell arra is, hogy tessem el magam. Szóval, hogy biztos, hogy lesznek még a járványkezelésben olyan epizódok, amik megérnek majd még egy-egy misét. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor időről időre, nem mondom, hogy havonta, ahogy van rá lehetőségem, majd beszélünk erről, hogy én hogy láttam ezeket a dolgokat. Most, amit én gondolok, és ezért is neveztem ezt a sorozatot Covid-idiótáknak, mert hogy, ahogy mondtam, már rendesen szétválik az, hogy ki mit gondol a járványról. Ugye sokak szerint két tábor van, vannak a vírustagadók, és vannak a mondjuk így, hogy mind meghalunk tábor. Szerintem ez nem ennyire egyszerű, sokkal árnyaltabb a dolog. Én azt mondom, hogy igen, vannak vírustagadók, az mondjuk egy. Akkor vannak, akik nem tagadják a vírust, de tagadják a járványt, az a kettő. Nem két személy, hanem az a kettes csoport, mondjuk így. Vannak, akik magukat középre állítják, mondjuk úgy, tehát akik nem tagadják sem a vírust, sem a járványt, megpróbálják betartani az intézkedéseket, nem lázadoznak, de úgy gondolják, hogy azért bőven van itt mit megbeszélni, meg bőven el van túlozva. Na, ebben a csoportban tartozom én is, akkor mondjuk ez a hármas csoport. És akkor a negyedik csoport meg az, akik, hát hogy mondjam finoman, tehát azok a típusú emberek, akik vagy kimerészkednek az utcára, de azt is csak maszkban, nem ahol kötelező, hanem mindenhol, unblock, tehát még a saját kocsijába is maszkba jut be, vagy pedig, ja és akkor ugye kimegy az utcára, és ha valakit lát, aki nem maszkban van, és ne adja Isten, nem tartja be a 2 méter távolságot tőle, akkor már sikítófrászt kap. Tehát ha én nem maszkban megyek ki az utcára, és ő meglát engem, akkor már átmegy az utca túloldalára. Ha meg, mit tudom én, tüszentenék egyet, akkor már is menekülne 2 kerülettel arrébb. Tehát ez ennyi. És akkor van ennek a durvább változat, aki ki sem mer jönni az utcára, mondva, hogy annyira súlyos fertőzés van, de ők az igazi pánikosok. Tehát ők azok, akik annyira bepánikoltak, hogy tényleg csak a minimális dolgok jönnek ki az utcára. Na, így kicsit, hogy többet lássatok belőle. Jó. Mind a két táborra azt mondom, hogy tehát a mind a két szélsőséges táborra, tehát azok, akik tagadják a vírust, meg azokra is, akik szerint mind meghalunk,
azt mondom, hogy ez már súlyos. Ez már annyira súlyos, hogy tényleg nem tudok szemben fogalmazni, mint egy idióták. És mindjárt sem mondom, hogy miért gondolom ezt. Ugye vannak azok, akik azt mondják, hogy nincs is vírus, ez az egész úgy kamul, hogy van, nem kell félni tőle, nem rosszabb, mint egy mondjuk egy influenza, és különben is, ez hülyeség az egész. Na, hát jó, akkor tisztáljuk a dolgot, ugye több rendelőleg ez meg lett cáfolva orvosok által. Jó, oké, most nem a WHO-t veszem alapul, mert a WHO-nál is azért megy el riogatás rendesen mindenféle betegségek kapcsán, aztán tized annyien se halnak bele, mint ahány prognosztizálva van. Tehát azért a WHO-t is fenntartásokkal kezeljük. Közben nézzek magam meg én, mert a villamos nem is saját. Szóval, hogy a WHO-t is fenntartásokkal kell kezelni, de ettől függetlenül azért mégiscsak azt mondom, hogy ne bagatelizáljuk el a dolgot, tehát vírus igenis van, és nem most lett ez a vírus, nem most fejlesztették ki. A koronavírus, mint olyan, már évtizedek óta megvan. Sőt, elvileg már időszámításunk szerint nullától, tehát Jézus születésétől is már létezik koronavírus önmagában éve. Csak hát nem ebben a formában, ahogy most ismerjük. Tehát ezért is nevezték el a járványt COVID-19-nek. Mert vagy ezt a vírus tőle, vagy nem is tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem véletlen lett COVID-19, mert hogy ugye ez a mostani formájában már más, mint amit annó felfedeztek, de ettől függetlenül koronavírus már régóta létezik a világban, és régóta fertőz. Tehát most azt mondani, hogy ilyen nincs, hogy koronavírus nincs, hogy ez nem fertőz, ez hülyeség, ez baromság, ez kamu. Hát lelke rajta mindenkinek, de én azt mondom, hogy ez tényleg idiotizmus, mert ha egyszer te azt mondod, sokan mondat így, hogy te azt mondják, hogy ez kamu, ez nem létezik ez a vírus, aztán elkapják, aztán bekerülnek a kórházba, aztán a kórházban rosszabbul leszek, esetleg lélegeztetőgépek kerülnek, és ha kijönnek a kórházból, akkor még szerencséjük is van. Na, úgyhogy ez az egyik. Ugye a másik oldal, a mi meghalunk, akik azt gondolják, amit mondtam, hogy tényleg ez egy olyan vírus, ami kipusztítja az egész emberiséget, úgy ahogy van. És nem is tudom, leginkább ezekhez tudom kapcsolni azokat a konteókat, összeesküvés elméleteket, amik már nagyon-nagyon régóta megvannak, ugye? Mármint az összeesküvés elméletek, tehát nagyon-nagyon régóta vannak összeesküvés elméletek, csak mindig van valami, amivel úgymond aktualizálni lehet. Most esetünkben ez a Covid-járvány, és azt mondják ezek a okosok. Azt mondják az okosok, hogy ez a járvány, ez direkt lett, már itt a vírus, bocsánat, nem a járvány, a vírus direkt lett kifejlesztve, ugye az előbb elmondtam, hogy a járványt okozó vírus, bár új, ha úgy vesszük, egy új mutáció, de maga a koronavírus már régóta van. Tehát már itt megnőtt az egész, de mindegy, mondom végig. Szóval, hogy direkt lett kifejlesztve kínaiak által, hogy ezáltal is kipusztítsák az emberiség nagy hányadát, és gazdasági válságot idézzenek elő direkt, hogy aztán minél jobban föl lehessen vásárolni a cégeket, amik tönkre mennek ebbe a válságba, és akkor majd bizonyos körök ebből meggazdagodnak. Ez az egyik ilyen elmélet. A másik, vannak ennél vadabbak is, tehát, hogy például az 5G terjeszti a koronavírust.
az oké, hogy a vírus maga az levegőben terjed, de basszus, hát most tényleg, tehát elmegyek egy 5G-s adótorony mellett, és akkor elkapom a koronavírus, csak azért, mert levegőben terjed a vírus. Máshol nem kapom, mert csak 5G-től. Tehát ne vegyek magamnak 5G-képes telefont, mert a koronavírust elkapom, hogyha 5G-s telefonom van, és 5G-s adótorony közelébe érek. Hát normális. Tényleg, legközelebb már az lesz, hogy a 5G-s tornyok valójában beépített rakétákkal rendelkeznek, és a rakétákkal föl tudnak szállni, és azok a adótornyok, amik felszállnak, azok chemtrail csíkot húznak maguk után, tehát befermetezik az egész várost, és azzal fertőznek. De már nem tudok, tényleg, tehát nincs logikus, értelmes magyarázat arra, hogy honnan jönnek ezek az összeesküvés elméletek. Mert oké, tehát mindenki, az a helyzet, hogy mindenki rohadtul nagy szakértője lett ennek az egész témának, és mindenki egy nagyon virológus professzornak képzeli magát, de hát nem vagyunk azok, basszus. Tehát nagyon nem értünk még ahhoz, hogy miből áll ez a vírus, illetve tudjuk, hogy miből áll a vírus maga fizikálisan, de majd biológiailag, vagy hogy mondjam, tök mindegy. Szóval tudjuk, hogy miből áll a vírus, de nem tudjuk, hogy hogy lehet igazán hatékonyan védekezni ellene. Tehát, hogy mondjam, olyan barnok, mint például Trump, mert nem tudok szebbet mondani rá, aki az Egyesült Államok elnöke, az ugye azt mondta, hogy ezt a múltkori blogban is meséltem, hogy mi lenne, hogyha fertőtlenítő szereket így beadatnánk magunknak, és az lenne az oltóanyag, mert ugye az a felületeken hatékony, és akkor, ha felületeken hat, és ott elpusztítja a vírust, akkor hurrá, hát akkor megvan az ellenszer, akkor nem kell itt fejletgetni. Na, most ezek után ilyenekből alakulnak, mondjuk lehet, hogy ilyenekből alakulnak ki az összeesküvés elméletek, de nem tudom, nem tudok racionális magyarázatot adni rá, hogy miért gondolják egyesek, hogy ez az összeesküvés elméletet, ez magyarázat mindenre, és magyarázat arra, hogy mi történik a világban a koronavírus járvány kapcsán. Tehát ez egyszerűen nonsense, én azt gondolom. De és akkor a másik dolog pedig, hogy oké, tehát itt van a mi meghalunk csoport, ott van a vírustagadók csoportja. Ugye én azt mondom, hogy legjobban a pánik fertőz, de mindegy. És akkor van az, akikről most szívem szerint megemlékednék bővebben, de így is már túl sokat pofáztam szerintem, de mindegy, azért nem hagyom ki a lényeget. Tehát a járványtagadókat. Tudom, hogy nincs ilyen kifejezés még a médiában, járványtagadók, de én most megalkottam, mert ugye ők nem a vírus létét tagadják, hiszen az bizonyított tény, hogy van, ők azt a járványt tagadják, ami most zajlik, illetve annak a súlyosságát tagadják. És nem. Na, szóval ott tartottam, hogy abszolút nem értek, nem értek abszolút egyet velük, azzal nem értek egyet, amit ők úgymond képviselnek, hogy attól lesz szabad élet, hogyha nem kell maszkot viselni, meg nem kell annak kézfertőtleníteni, meg nem kell szociális távolságot tartani. Tehát itt ugye Angliában, meg egész Nagy-Britanniában ugye 2 méter, Magyarországon, meg más európai országokban mondjuk 1,5 méter. De mindegy, nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ők ugye nem a vírus létét tagadják, csak a járványnak a mienségét próbálják nagyon elbagatellizálni. És itt már nem konteók vannak, tehát nem az van, hogy összeesküvés elméletek vannak, hogy 5G, meg mit tudom én,
hanem komolyan gondolják azt, mint gondolnak, és komolyan alá is támasztják szakvéleményekkel, hiszen ezek, akik úgymond járványtagadók, ezek nem feltétlenül azok, akik teljesen ilyen elvakultak, és azt mondják, hogy már az 5G fertőz, hanem olyanok, akiknek van némi biológiai tudása, mondjuk leginkább az egészségügyben dolgoztak, vagy dolgoznak most is, és az alapján, a tudások alapján, amit ott összeszedtek, vagy az egyetemi tudás, még nem tudom, meg a saját kutatásaik során összeszedett információk alapján gondolják úgy, hogy ez a járvány nem is olyan veszélyes, mint amilyennek látszik, és ez csak média hiszti az egész. Én azt gondolom, hogy oké, van benne ráció, hogy túl van fújva a dolog, de azért simán csak média hisztinek nevezni, az viszont megint csak nagyon erős túlzás, és ez is azt kell mondjam, hogy idiotizmus. Tehát persze mindenki vágyik arra, hogy visszakapja a normális életét, és normálisan lehessen közlekedni a járműveken, ne kelljen maszkot hordani, ne, ha bemész egy üzletbe, ne kelljen maszkot fölvenni, ne úgy nézzenek rád az utcán, mint egy szadista tömeggyilkosra, hanem a normális életünket kapjuk vissza. Én ezt támogatom, meg aláírom, meg hurrá. Nem is ezzel van a probléma, gyerekek, hanem azzal, hogy azt várjátok, hogy ez így egy csapásra megoldódik. Hát nem, nagyon nem. Ez nem így fog működni, sajnos. Az a, mondjuk úgy, hogy hisztéria, amit a vírus kapcsán gerjesztenek, különböző tévécsatornák, rádiók, írott sajtó, online sajtó, minden, az egy dolog. Az más kapcsán is megvan. Tehát most lehet mindenféle hihetetlen magazin jellegű konteókat kitalálni, vagy lehet azt mondani, hogy ez a vírus, ez nem is így fertőz. Tök mindegy. A lényegen nem változtat, hogy mi magunk vagyunk a fő probléma. Ugyanis a normális élet az, hogy mondjam, mit nevezünk normális életnek? Tehát ha a régi életünket akarjuk visszakapni, és tényleg azt akarjuk, hogy az legyen, hogy ne kelljen maszkban járkálni, meg ne kelljen, mondom, közlekedési eszközökön maszkot fölvenni, és ne büntessenek meg azért, mert nem veszem fel a maszkot. Igen, lehetne ezt úgy is csinálni, hogy jutalmazzák azt, aki betart minden szabályt. Csak hát akkor meg ugyanott vagyunk, mint a part szakad, hogy akkor meg azért megy a hőbörgés, hogy mi az, hogy X-et megdicsérik, nem csak megdicsérik, hanem ugye jutalmat kap, csak azért, mert felelősen viselkedett. Az Y-t meg megbüntetik azért, mert nem hajlandó így viselkedni, vagy így gondolkodni. Tehát, oké, akkor legyen egyértelmű a dolog, ahogy mondjuk úgy, hogy csináljuk úgy, mint Indonéziában. Indonéziában, az egyik államban konkrétan az volt néhány ilyen járványtagadónak a büntetése, hogy velük ásatták meg a koronavírusban elhunytaknak a sírjait, mert hogy összesen két hivatalos sírásó van abban a tartományban, és nem bírják az ütemet. Tehát ott azért Indonéziának az annyi részén elég erősen megy a fertőzés, és elég nagy halálozási ráta, úgyhogy ők eléggé benne vannak a közepében ennek a második hullámnak, vagy lehet, hogy nekik nem is második hullám, ez még mindig az első hullám, tehát csak mi hívjuk második hullámnak. Na mindegy, szóval, hogy lehet itt tagadni, meg jöhet nekem Dr. Gödény György, hogy
hogy mert normális élet, ez nem normális élet, és hogy nincs is akkora veszély, és különben is. Oké, ez az ő álláspontja. De ne akarja rám erőltetni a saját álláspontját, és ne akarja meggyőzni arról mindenáron, hogy ez van, ezt nem kell szeretni, és akkor küzdeni kell mindenáron az ellen, hogy maszkot kelljen viselni, meg hogy büntetést szabjanak ki arra, aki nem hajlandó behódolni ennek a hülyeségnek. Már most úgy értem, hogy ő szerintük behódolni ennek a hülyeségnek. Én a magam részéről azt mondom, hogy mindenkinek szíve joga azt gondolni, hogy ez hülyeség, meg hogy korlátozzák az emberi jogokban, de ha így gondolkozol, az a te bajod. De ha ez szerint is cselekszel, az már az én bajom is, mert most hiába vagyok 9600 km távolságra Budapestről, tök mindegy, itt is lehetnek ugyanilyen gondolkodók, ilyen vírustagadók, és akkor azt gondolom, hogy lesznek olyanok, akik a vírustagadásból azt gondolják, hogy hát akkor nem hordok maszkot, meg kövök, orba, száj, minden, hogy szívják. Nyugodtan lehet püszölni, köhögni, mindent lehet. Mert hogy nincs vírus, vagy van vírus, de nem fertőz annyira. És akkor onnantól kezdve nincs jelentőség a dolgunk. Hát igenis van. Én a magam részéről betartom a szabályokat, amennyire lehetőségeim engedik, meg amennyire szükséges. Nem járok persze, most sincs lehetem ugye a masszát, látszódik, hogy nem fogok idegrohamot kapni azért, hogy úristen, mert most nincs rajtam a maszk, és akkor mit tudom én, az utcán meg fognak fertőzni. Megvan az esélye, hogy megfertőznek, de én azt nem tudhatom. Tehát nem látom a vírust, nem tudom, hogy hol terjed. Ennek ellenére bármikor itt a nyílt utcán is megfertőződhetek. Tehát ez akkor ennyirevel ne menjünk ki az utcára, és akkor talán, ha mindenki otthon marad, mint ahogy az aután idején kellett volna, ugye? Ha mindenki otthon marad, akkor nem lesz probléma, akkor nem fertőzünk meg egymást. Igaz, hogy tök szemegy a gazdaság. Igaz, hogy szarva lesz a rekrézsia, és olyan adókat kell kivetni mondjuk. Most egy lehetőség. Tehát nem tudom, hogy működik ez, nem vagyok közgazdasági szakértő, de a tény, hogyha nagyon szarva van a gazdaság, akkor valamivel meg kell érinkíteni, és hát valahogy be kell hozni a pénzt az államkasszába. És hogyha minden államnak szar van a palacsintában, akkor nem tudnak egymáson segíteni, mert akkor saját magunkon se tudok segíteni. Tehát akkor innentől kezdve nem számíthatom támogatásra, és ha nincs támogatás, akkor önerőből kell megoldani. Önerőből meg ugyanúgy nem tudjuk megoldani. Tehát akkor ennyi. Csőd. És ez most nem korrupció vagy nem korrupció kérdése, ez tény kérdés. Na mindegy. Én azt mondom, hogy igen, kicsit túl van töltve ez a hiszti, túl van lőve a célom. Nem gondolom azt, hogy ez nem túlzott óvatosság már. Tehát most megint, igen, ott van az is, akkor beszéljünk erről is, hogy eltelt a nyár. Ugye nyáron valahogy megfékezték a vírust, legalábbis nem volt annyi eset szám érdekes módon, mint amúgy. Abban az esetben, hogyha minden ugyanúgy maradt volna, mint tavasszal. Valahogy nem volt annyi eset szám. Na, oké. Most, hogy mindenki megjött a nyaralásból, most megint hirtelen megugrott az eset szám, de úgy mindenhol általánosan. És akkor újra be kell vezetni bizonyos szabályokat. Tehát ugye, ha most Magyarországot nézem, akkor ugye Magyarországon bevezették a teljes határzárat.
ami teljes mértékű hülyeség, én azt gondolom, mert ha addig nem hurcolták be a vírust, akik akarták, akkor most már olyan mindegy, pláne úgy, hogy oké, teljes határzát van, de azért beengedjük a focistákat, de azért beengedjük a vadászokat, de azért akkor mégiscsak beengedjük a visegrádi négyek közül, ugye, Csehországot, Szlovákiát, amit a Csehországból, meg Szlovákiából, meg Lengyelországból érkező barátainkat, mert azok nem fertőznek, mert azok sikeresen felvették a harcot a vírus fertőzéssel. De most komolyan, tehát akkor ennyi erővel minek a határzás? Arról nem is beszélve, ugye, hogy dr. Szlávik János megmondta, vagy nem ő, de azt hiszem ő mondta, hogy hogy már régen nem kívülről jön a vírus, hanem belterjed az országon belül. És akkor azt hogy oldod meg? Mert azt a határzár nem fogja meg. És ugye, mint például, mind olyan, hogy mert a foci stadionban nem terjed a vírus annyira, hát nem a lófaszra, már bocsánat, a kifejezésre nem tudom szebben mondani. Tehát terjed az így is, úgy is. Tehát nem attól függ, hogy koncertre mész, vagy foci meccsre mész, vagy hova mész. Ha egyetlen egy vírusfertőzött van ott, ahol vagy, és te épp a közelében vagy, mondjuk, vagy közelébe kerülsz, te ugye nem tudod, hogy ő nem-e fertőzött. Azt se tudod, hogy te nem vagy esetleg fertőzött. Tehát lehet, hogy én is fertőzött vagyok, tünetek nélkül, mindenféle szimptoma nélkül, aztán csak egyszer csak így rám tör a dolog, és akkor lesek, mint Rozi a moziban, hogy mi van. Tehát ezt mindenképpen kontrollálni kell, de az is tény, hogy nem hiszek abban, hogy ezt így kell kontrollálni, meg így kell kezelni, mert ez nem, hogy hívják, ez nem olyan, hogy logikus kezelési mód. Tehát, hogyha racionálisan, pontosan, folyamatában ugyanúgy kezelnék a dolgokat, akkor azt mondom, hogy igen, az úgy oké. Okay. De ez így kezelve, ahogy most van, és ez most vonatkozik ugyanúgy Angliára, vagy teljes Nagy-Britanniára, mint mondjuk Magyarországra. Tehát ugye itt Nagy-Britanniában is voltak olyan dolgok, hogy így ad-hoc lett határvár, de másnap reggel 4 órától. Tehát aki másnap reggel 4 óráig beérkezik, annak még nem kell karantén, annak még nem kell teszt, annak még nem kell semmi. Aki hajnali 4 óra után landol a géppel, vagy érkezik be az országba, annak bizonyos országokból, mert ugye ez folyamatosan változik, hogy kik vannak, melyik országok vannak a karanténlistán, azoknak már kell karantén, azoknak már kell teszt, és a többi, és a többi, és a többi. Miért? Miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj ide, folyamatosan figyeljük az eseményeket, és ezért azonnal rendeljük el. Tehát például Magyarországról, aki érkezik, az most már karantén köteles, illetve akkor nem karantén köteles, hogyha két negatív tesztre tud produkálni, de akkor is tök mindig, hogy most produkálja a negatív tesztet vagy sem, mert akkor is mindenképpen először karanténba kell vannia is, és ki kell tölteni egy formanyújtatványt, ugye meg kontakt, mint valami. Oké. Na most ezt bevezették múlt héten, szombaton hajnali 4-kor. Mikor hirdették ki? Múlt héten péntek reggel. Tehát volt még több mint egy nap arra, majdnem egy teljes nap arra, hogy addig bárki bátran behúzolhassa azt a nyomorult vírust az országba, aki még nem tette meg, és tovább fertőzzen, tovább emelje a fertőzés számot.
Hát, könyörgöm. Ha ilyen van, ha tényleg ilyen súlyos a helyzet, akkor nem várok másnap reggel 4 óráig, meg nem egyezkedek a légitársaságokkal, meg a mit tudom én kivel, akkor lezárás van, akkor lockdown van, de akkor onnantól kezdve kész, statárium, vagy mit tudom én. Tehát ez így, hogy majd, javaj, holnap reggeltől bizonyos országok fölkerülnek a listára, és akkor azoknak ne adjam már. Tehát ez így nem lehet. Meg ugye, hogy szeptember 1-től van korlátozás, tehát hogy ez a teljes határzár Magyarországon, de ez bejelentik egy héttel korábban. Hát és az egy hét alatt nem jöhet be esetleg egy vírusos beteg, egy olyan, aki megfertőz bárkit is. Tehát egy hét alatt nem fordulhat elő, véletlenül sem. Menjünk már. Na jó, szóval ez így, tehát maga a védekezés, mondjuk úgy, az rettenetes ilyen formán. Tehát ahogy a kormányok védekeznek, ezt akarom kifangsúlyozni, ahogy a kormányok védekeznek, meg ahogy ezeket az intézkedéseket bevezetik, az rettenetes, az így hülyeség, ahogy van szerintem. Abban nincs semmi konzekvencia, nincs semmi konzekvens hozzáállás, az csak abszolút ilyen adhok, ahogy eszükbe jut. És az nem védekezés szerintem. Az, hogy te fölveszed-e a maszkot, amikor felszállsz egy járműre, az a te döntésed. De az, hogy téged megbüntetnek-e azért, mert nem vetted fel a maszkot, na igen, közben a pedagumára. Szóval az, hogy te hogy döntesz, hogy te felveszed a maszkot, vagy nem veszed föl, az a te döntésed, de azt mondja az ő döntésük, hogy téged megbüntetnek-e ezért, vagy sem. Tessék ezt elfogadni. Tessék ebbe beletörődni, hogy most, és akkor ugye lehet igazolgatni mindenféle csodaműszerekkel, hogy mert a maszk alatt megfulladsz. Hát ha pánikrohamod van, akkor lehet, hogy megfulladsz. De ha én nem hiszem el, hogy nem lehet kibírni maszkban a létet. De ha nem kell egész nap hordani azt a 8 maszkot, akkor kell fölvenni, amikor bemész a boltba, célirányosan vásárolsz, nem plázázgatsz, vagy hogyha felszállsz egy járműre, addig, amíg utazol, addig fölveszed a maszkot. Nem fogsz belehalni abba a kurva maszkba. Nem abba fogsz belehalni. Abba a nyomulult vírusfertőzésbe hamarabb fogsz belehalni, hogyha elkapod, mint hogy esetleg netán megfulladnál a maszkba. És a maszkot nem itt hordjuk, fönt a homlokunkon, nem az állunk alatt, meg nem az állunkon, hanem ahogy mutattam az előbb. Úgyhogy én kérek szépen mindenkit, hogy gondolja át ezt, hogy oké, hogy persze, mert hogy hívják, Nyugalomszigetem, meg a saját életem, meg stb. De a saját életedet ne tedd előbbre a másokénál. Te sem vagy különb ennél, tehát mindenképpen gondolkozz azon, hogy te hogyan tudsz védekezni ezen a fertőzés ellen. Hogy se ne kapd el, se ne add át, se ne add meg az esélyét annak, hogy esetleg bármelyik a kettő közül megvalósuljon. Úgyhogy én csak annyit kérek, hogy lehet itt hőzöngeni, lehet fölháborodni, lehet azt mondani, hogy ilyen vírus nincs, vagy stb. Nem, tessék elfogadni, hogy jelen pillanatban ez a fertőzés, ez a járvány adott, ennek fényében kell élnünk sajnos, én se szeretem, én se örülök neki, nekem sem kényelmes ez a helyzet, de most ez van, ezt nem kell szeretni. Majd házat adunk akkor, amikor már úgymond elmúlt a fertőzés veszély. Úgyhogy én csak annyit kérek, hogy tényleg nem egy nagy tétel. Szerintem. Ennyi. Jelen pillanatban mindenki által az a felállás, hogy mindenki azt mondja, hogy ez a leghatékonyabb védekezés. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok.